Még a választások előtt villámgyorsan értékesíti az állam az újonnan kialakított takarékszövetkezeti integráció szívét, a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Posta takarékbanki részesedését. Lovas Judit közgazdást kérdezem, jó reggelt kívánok, hogy mi lehet ennek a hátterében? Jó reggelt kívánok! Hát az ember nem tud másra gondolni, mint arra, hogy hát gyorsan át szeretnék játszani valami baráti körnek ezt a részesedést, tehát a takarékbanknak a többségi tulajdon részét. Miből következik az, hogy ez csak egy baráti körből érkező új tulajdonos lehet, hiszen elvileg nyilvános pályázaton fogják kiválasztani? Igen, ugye ami megjelent a magyar közlönyben, tehát hogy hogyan kell majd kiírni ezt a pályázatot, tehát hogyha az ember így tértől és időtől függetlenül vizsgálná ezt a kérdést, és azt gondolná, hogy persze majd ez egy nemzetközi pályázat lesz, akkor hát is... Hát ez egy nemzetközi pályázat igen, lesz. Igen, az lesz, de hogy valóban reális-e egy nemzetközi pályázaton értékesíteni, akkor el kell azon gondolkozni, hogyha ez úgymond egy ilyen normál bank lenne, akkor milyen piaci körülmények között értékesítik. Most olyan piaci körülmények között, hogy leginkább a bankok távoznának az országból, tehát folyamatosan ugye azt lehet hallani, hogy éppen melyik bank tervezi azt, hogy kivonul, hiszen ellehetetlenítik a működést, úgyhogy ezek a nagy bankok, vagy nagyobb közepes bankok sem tudják értékesíteni mondjuk az itt lévő üzletüket, tehát nem, igazából nem lesz senki, aki ide szeretne fektetni. Tehát mondjuk ugye ez az egyik oka. Hogy tehát, hogy hiába lesz nemzetközi a pályázat, egyszerűen nem lesz érdeklődés külföldön. Igen, de mert mondjuk, hogy mindenki fél a magyar beruházási környezettől. Igen, igen, így van, de mondom, hogy ha ez egy sima normál bank lenne, akkor már eleve ugye felmerül ez az akadály. De hát nem szabad elfelejteni, hogy ez a takarékbank, a takarékszövetkezeteknek az ernyő bankja, és az integrációs szervezet, ami a takarékszövetkezetek fölött áll most úgymond, na azt a részt, azt a szervezetet nem értékesítik, tehát az állami tulajdonban marad, márpedig ez a szervezet valójában túlszul ejtette a takarékszövetkezeteket is, amelyek így a saját szervezetük, meg a saját bankjuk túszai, hiszen a tulajdonosi jogok korlátozva vannak, és olyan jogokat gyakorol ez a szervezet, amik tulajdonképpen a korábbi akár nemzeti banki, vagy felügyeleti hatósági jogkörnél is sokkal szigorúbbak, keményebbek. Na de hogyha ez egy ennyire lehetetlen helyzet, akkor ebből nem az következik, hogy akkor belföldről sem lesz érdeklődés, és egyszerűen hamvába hal ez az egész privatizáció. Hát illetve, hogy másképp tegyen fel ugyanezt a kérdést, hogyha ez elvileg megérné egy kormány közeli haveri befektetőnek, akkor megérheti bárki másnak országon belülről is. Hát csak akkor éri meg, hogyha ha együtt tud működni az állammal, hiszen az állam ott fog maradni ebben a szervezetben. De hosszú távon fog ott maradni, tehát ki tudja, hogy mikor ki lesz kormányon. Ha valaki beruház, mondjuk vesz egy bankot, akkor az nem 4 évre, de nem is 8-ra veszi. Én azt gondolom, hogy fognak még itt változni a jogszabályok, meg a különböző jogosultsági körök, tehát amíg baráti a kormányzat, addig a törvényeket is lehet majd úgy alakítani, hogy akár ez a szervezet is majd talán ebből is kiválik az állam, vagy ha hosszú távon bennmarad, akkor biztos, hogy olyan tulajdonos lesz, akivel nagyon baráti módon együtt tudnak működni. Értem, tehát akkor azt mondja, hogy minden jel arra mutat, és úgy vannak kialakítva a feltételek, hogy egyszerűen senki másnak ne érje meg megvenni ezt a takarékbankot, mint valaki olyannak, aki tudja, hogy majd összejátszhat az állammal. Viszont ha valaki ilyen feltételek mellett megveszi, akkor az nagyon jól jár? Hát nem vagyok meggyőződve róla, tehát lehet, hogy azt hiszik, akik most a tűzhöz közel vannak, és nagy játékosnak gondolják magukat, hogy jól fognak járni. De hosszú távon én nem vagyok erről meggyőződve, én azt gondolom, hogy meg lehet nézni. Például itt vannak, ugye, ami most is folyamatosan botrány, és folyamatosan a közbeszéd tárgya, a trafik ügyek. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy egy teljes szektort adott át baráti kezekbe, vagy legalábbis a Fideszhez közel álló emberek kezébe a kormány, akik nyilván azt gondolták, és azért pályáztak, és azért kezdtek bele, és vágtak bele, és pénzt is fektettek, mert azt gondolták, hogy ez nekik nagyon jó üzlet lesz, és a tapasztalat az, hogy ez nincs így. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az a
az az érdeklődő, vagy az a jövőbeli vevő, aki azt hiszi, hogy majd ő ténylegesen jól fog járni, valójában tényleg jól fog járni, de most még biztos ezt gondolja. Egyébként milyen kör lehet az, akiknek egyáltalán elegendő befektetni való tőkéjük van arra, hogy bankot vásároljanak Magyarországon, amikor azt halljuk pénzügyi szakemberektől rendszeresen, én már sokszor föltettem ezt a kérdést, hogy ugye Orbán Viktor deklarálta, hogy örülne annak, hogyha nőne a magyar nemzeti tőke részesedése a magyar bankpiacon, hogy hát ez azért is egy nehezen megvalósítható cél, mert egyszerűen nincsenek olyan magyar befektetők, olyan csoportok, olyan pénzügyi körök, akik elég tőkeerősek ahhoz, hogy átvegyék a magyar pénzügyi szektor pénzintézeteit. Ezek szerint mégis? Olyan nagyon sok pénzt nem fektetett kifejezetten a takarékbankba az állam. Tehát amit most elad részesedést, azért ehhez olyan nagyon-nagyon sok pénzt nem kell előrántani. Hiszen tehát ez nem olyan, mint ha valaki meg akarná venni a CIP bankot, vagy a Raiffeisen, vagy bármelyik másik nagykereskedelmi bankot. Így van. Ugyanakkor ugye az integrációs szervezeten keresztül 100 milliárd forintnyi tőkét tesz bele ebbe az egész rendszerbe maga az állam. Tehát valaki... Ha azt nézzük, mondjuk ilyen 1 milliárd forint alatti, vagy tehát amennyit mondjuk az állam beletett, ugye ez a 650 millió forinti összegért, tud hozzájutni, tud befolyásolni egy akkora szektort, ahova az állam ezt a hatalmas összeget most be fogja, úgymond, tolni. Akkor ez mégiscsak lehet nagyon jó üzlet. Hát amennyiben valóban döntési helyzetben lesz az illető, és valóban rendelkezhet majd a tulajdonjogáról, akkor lehet jó üzlet, de mint látjuk a takarékszövetkezetek esetében, ahol ugye a tulajdonosoknak gyakorlatilag jelen pillanatban a tulajdonosi joguk korlátozva van, valójában nem tudják eladni, tehát megszűnik a piaci értéke az ő tulajdonrészüknek, nem tudják értékesíteni, nem is szavazhatnak vele, ha nem úgy szavaznak, ahogy mondjuk az integrációs szervezet szeretné. Tehát ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon faramuci helyzet. Köszönöm szépen, segített egy kicsit megvilágítani. Köszönöm.